8 darab új elektromos busz vásárlása lesz 2022. júniusáig valószínűleg, és ezek közé tartozik ez az egyik, ami ez a Citaro, az e-Citaro a Mercedesnek. Nagyon fontos számunkra, hogy a jövőben nem szeretnénk tovább növelni a márkák számát, hanem ezen a kereten. Tehát ebből a szempontból a BYD vagy a Mercedes jön inkább számításba, és hát Volvónak nincsen. Tehát hogy a nagy álmom az, hogy lehetőség szerint két, maximum három márka legyen a Tüke busznál. Ez javítási és egyéb szempontból sokkal jobb. Akarnak menni egy kör, de gyorsan csináljuk. Ah.